A szociális ellátás területén két pályázati lehetőséggel segíti a bátaszéki rászorulókat az önkormányzat. Az elmúlt esztendőknek megfelelően az állami tűzifaellátási program mellett a város külön kvótát határozott meg a leginkább rászorulók számára. Minden évben őszi szezonban egyszer van a szociális tüzelőanyag pályázatunk, ezt helyi forrásból oldja meg az önkormányzat. Ez most is van, október 31-ig adhatóak be a kérelmek. Ennek a pályázatnak a keretében az önkormányzat tűzifát, illetve brikettet szokott a kérelmezőknek adni. Itt az elbírásnál fontos szempont, ugye a családban élők esetén az egyfőre jutó jövedelem. Egyfőre jutó jövedelem esetén pedig a nyugdíjminimum 180%-át nem érheti el az egyfőre jutó jövedelem, ami ténylegesen 51.300 forintot jelent. Megközelítően 800.000 forint az a keret, melyre most pályázni lehet. Egyszerre 300 kg brikett vagy másfél erdészeti köbméter fa igényelhető. A szociális rászorultság mellett a város minden esztendőben csatlakozik a Búza Hungária pályázathoz, mely a közép- és felsőoktatásban résztvevők számára nyújt támogatást. Búza Hungária pályázat van folyamatban, ezeknek a beadási határideje november 5-e, amelyről a Szociális Bizottság fog dönteni december 9. napjáig. Itt beszéltünk A és B típusú pályázatról, A típusú pályázatot a felsőoktatásban résztvevő hallgatók adhatnak be, B típusút pedig azok, akik azok középiskolai tanulmányokat folytató diákok, hallgatók, akik vagy érettség előtt állnak, vagy pedig már leérettségiztek, azonban még nem nyertek felvételt felsőoktatás keretében. Az elmúlt évben 16 pályázó részesült a város segítségében.